És sziasztok! Ugye jelentkezem a Csomagom Kínából sorozattal, ugye a csatornámon, és most rendhagyó módon nem egy csomagot fogok megbontani, hanem hármat, és igazából mivel, hogy mohó voltam, egyet már megbontottam ugye maga a videó felvétel kezdése előtt. Ugye egyesével egyébként ezek a csomagok nem olyan különlegesek, viszont ami talán ugye kicsit különlegesebb, ugye, az ugye a softbox. Ugye softboxra azért van ugye szükségem, mert ugye mivel hogy szeptember van, ugye lassan jön a rossz idő, és ugye a felvételekkel nagyjából úgy be kell költöznem ugye vissza a házba, meg ugye majd vissza a műhelybe, és a benti fényviszonyok azok ugye eddig nem tették lehetővé azt, hogy normális felvételeket készítsek, úgyhogy a videós rész, hogy ne legyen ilyen minőségromlás, azért rendeltem ugye Kínából softboxot. Nem azzal a csomaggal fogok kezdeni, hanem sokkal inkább egy tripoddal, illetve egy ilyen gorilla poddal, amit kurva, amit nagyon elméleteztem, és ugye amit az előbb mondtam, ez ki lesz vágva ugye a videó felvételből, hiszen ugye a videóban nem nagyon szeretnék káromkodni. Mindegy, rohadt olcsó volt, 700 forint. Ugye ezt a tripodot ugye az AliExpress nevű oldalról rendeltem meg, viszonylag hamar itt volt pár hét alatt, és az van, tényleg elnéztem egyébként a méretét, utólag ugye megnéztem az oldalon, ugye írták, hogy mit tudom, ilyen 20 centi környékén, vagy még az alatti tripodról van szó, vagy hát ilyen gorilla podról, mert gyakorlatilag ennek elméletileg ilyen minden irányba lehet tekergetni, nyomorgatni ugye a lábait, meg lehet fixálni fönt egy ilyen kis golyócskát. Hú, brutál minőség. Jó, 700 forint, gyerekek, 700 forint, 700 forint, nem terheltem meg újra a csatornát, meg van hozzá egy ilyen kis kütyű, egy ilyen kiúszható mobiltelefon tartó, ami helyett van sokkal jobb egyébként, amit Magyarországon rendeltem meg, és az a tartó fogja majd helyettesíteni ezt a nyomorgatós tartót. Szóval, hogy lássátok közelről is, 700 forintért ingyenes szállítással ilyen gorillapodot vagy tripodot lehet rendelni ugye Kínából. És ugye ennek a gorillapodnak ott lesz majd előnye, ahol föl szeretném ugye a kamerámat, valamelyik kamerámat majd rögzíteni olyan helyre, mit tudom, egy ágra, vagy egy ilyen fémkorlátra, vagy bármi olyan dologra, amire rá lehet hajtani a lábait. Ennyi. Ennyi a gorillapod. Illetve még mindig nem ennyi, ugyanis rendeltem egy ilyen, minek mondják, egy ilyen adaptert, ami arra szolgál, hogy ugye a fotós állványra lehet betekerni. Ugye itt egy kicsit mohó volt, amit ezt az adaptert ezt megbontottam elő, mégis ugye beleraktam így utólag ebbe a videóba. Ennek az a lényege, hogy fölülre ugye el lehet helyezni, vagy ugye a fényképezőgépnek a rögzítőjét, vagy ugye a mobiltelefonnak a rögzítőjét, oldalra, valamelyik oldalra lehet fölrakni ilyen videós fényt, másik oldalra lehet fölrakni például egy puska mikrofont. Már ez az adapter került kőkemény 1150 forintba. Tulajdonképpen ez a kis alumíniumból kimart csillagocska az, ami ugye lehetővé teszi több dolognak ugye az állványra tételét. Aztán ehhez még tartozik egy ilyen anya, amivel ugye a telefontartót, vagy kameratartót, vagy ugye magának a kamera burkolatának ugye azt a részét lehet rögzíteni, amilyen menetes. És akkor most egyébként eljutottunk egy kicsit kínosabb részhez. Hát ugye az az igazság, hogy van egy ilyen akciókamerám. Ez egy SJ Cam SJ7 Star,
és ehhez ugye korábban rendeltem egy olyan mikrofont, aminek mikrofon USB mikro USB csatlakozója van, és ugye ezt a mikrofont próbáltam többször letesztelni, nézegettem, hogy mi nem lehet jó, vagy mi a búbánat van vele, hogy egyáltalán ez a kamera nem használja. Holott úgy rendeltem, hogy ez az SE7 Starhoz való. És ahogy nézegettem ugye a leírásokat, ugye ebben a leírásban nem szerepelt az, hogy originál. Úgyhogy rendeltem egy olyat, amire rá van írva, hogy originál. Na most ezt gyorsan megbontjuk. Ezt a mikrofont egyébként az AliExpressről rendeltem 3300 forintért, úgyhogy a magyar legutolsó ára alatt van az ár. És igazából ránézésre amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen totál úgy néz ki. De azért ki fogom bontani. Remélem láttátok élesbe is, ugyanis most kicsit lusta vagyok és nem akarok oda menni a kamerához. Na nézzük, de hogy milyen jellemzői vannak ennek a mikrofonnak. Egyelőre nekem úgy tűnik, hogy ez a mikrofonnak a csatlakozója az megszólalásig hasonlít a másikéhoz. Aztán ugye maga a mikrofon rész is megszólalásig hasonlít, és a zsinór is megszólalásig hasonlít, úgyhogy most megbontottam, aztán majd ki fogom próbálni, aztán majd nem a kamera előtt fogom magam kidühöngeni, hogyha ez is szar lesz. Akkor viszont más ötletem nincs, hiszen ugye, hogy mondjam, annyira nem volt ez összerakva, úgyhogy Kínában hamisítják még a hamisat is. És ez van. Itthonról kell rendelni olyat, ami bevált, ugye? Mondhatjátok ezt is. Na mindegy, az előző mikrofon az volt 2550 forint, ez most 3310 forint, aztán ha megjön az eszem, akkor lehet, hogy itthon megveszem azért a 7000 forintért. Ez van. Ugyanis néha jó jönne, ugye főleg autós felvételeknél, amiről gyakorlatilag talán készült kettő, mert ugye még mindig azt mondom, hogy a feltételek nem adottak. Ez van. Úgyhogy ennyit a kis kameráról. Aztán végül jöjjön ez a nagy doboz. Ugye ebbe van benne az a kettő darab softbox. De elméletileg ez a két softbox olyan fényeket fog majd nekem teremteni a beltérben, hogy tudok majd normális videófelvételeket készíteni, illetve fényképezni. Ez a softbox egyébként szintén az AliExpressről volt rendelve, és kb. Olyan 18.000 forintomba került ilyen kuponokkal, meg minden ilyen vackokkal együtt. Ezt mondták kihagyhatatlan ajánlatnak. És gyakorlatilag ugye ez a softbox, ez nem Kínából, hanem Németországból érkezett, mégpedig úgy, hogy hétfőn vásároltam meg, ugye akkor fizettem ki kártyával, és gyakorlatilag csütörtökre már itt volt. Na hát akkor megfosztom a dobozától ezt a softboxot. És gyerekek, azt a rohadt nagy mákot, hogy én ezt a szikét
megfogtam a pengénél fogva, és körülbelül a 3 mm, 4 mm-t lógattam be, úgy bontottam meg, hát azt a mákot, hát le se tudom írni. Ugyanis a doboz tetején van, ugye az egyik olyan csomag, ami elméletileg ugye az árnyőt rejti. Tehát itt van egyik ilyen árnyős csomag. Ez lesz a másik árnyős csomag. Ebben van egy ilyen brutál jó sporttáska. Softbox táska. Ha minden igaz, ebben izzók lesznek. Vagy hát ezek a lámpa világító testek, szerkezetek, nem tudom, hogy mondjam. Ami ilyen szép, komoly hungarocell csomagolásban van, és ilyen gyönyörű, szép, nagy fénycsöveket rejt, és egybe van, hurrá, egybe van, gyerekek, egybe van. Ez az egyik. Ez a másik. És a másik is egyben van. És nem fogom meg, így fogom megmutatni ezt a fényforrást. Na, ezek a tulajdonságai, elméletileg, tegyük hozzá. Aztán ugye itt lesznek a tripod állványok, és akkor ugye nem buli a buli, hogyha nem mutatom meg ezeket a tripod állványokat, úgyhogy itt ki fogom bontani. Aztán mivel hogy rohadt kényelmes vagyok itt a bontogatáshoz, újra le fogok ülni. Közben Bátor ugye az asszisztensem, a kutyám, az valami miatt megzavarodott. Nyilván egy kutyasétáltatás folyik ugye kint az utcán. Szóval így néz ki egy ilyen három lábú tripod, ugye, amit a lámpa árnyékhez kaptam. A másik ugyanilyen, úgyhogy nem fogom megbontani. Viszont megnézzünk egy ilyen lámpa árnyőt, hogy mégis egy ilyen lámpa árnyő, hogy ez milyen lehet. Van egy ilyen fehér telítő, ugye, ami majd így a lámpa búra elejére fog menni, ez fogja megszűrni, vagy ez fog majd teremteni egy olyan fehér fényt, egy öntetű fehér fényt, ami ugye a videózáshoz és a fotózáshoz kell. Aztán ugye itt van a softboxnak az elektromos része, ugye bent belül van a foglalat, és azt így szépen ki kell hajtani majd. Ja, úgy, nagyjából így.
aztán elméletileg ezt újra össze is lehet hajtani. Jaj, basszus, elfelejtettem fényképezni ugye a kínaiaknak, vagy hát az eladóknak, ugyanis az AliExpress az úgy működik, hogy gyakorlatilag ahogy megkapod a csomagot, azt ugye le tudod te fotózni, aztán ugye külön le tudod fotózni a terméket, meg hát ugye minden egyes ilyen kis apróságról, amit úgy gondolsz, hogy érdemes megemlíteni ugye az értékelésnél, azt mindent le tudsz fotózni, tudod mellékelni az értékelésedhez, és a következő vásárló, aki attól az eladótól fog vásárolni, az ugye meg fogja tudni nézni ezeket a fényképeket, és az alapján el fogja tudni dönteni, hogy mennyire megbízható ez az eladó, illetve mennyire megbízható az a termék, amit küldött. Hát igazából ezzel a softboxsal nem nagyon fogtok találkozni, ugye a videó nem nagyon fogjátok látni, hanem inkább majd magán a videó minőséggel lehet majd észrevenni, ami beltérben készül, hogy az talán lesz annyira jó, hát ugye nem is ennyire jó, de legalább jobb, mint ugye a kezdeti videók, amiket ugye csináltam beltérbe. Tulajdonképpen a mai csomagbontásos videó, ez ennyi, és hát örülök, nem látszik, mert én ilyen gyerek vagyok, hogy annyira nem látszik rajtam egyébként, hogy kicsattanak az örömtől, ugyanis, hogy mondjam, talán úgy december környékén kezdtem el ugye videókat gyártani, és igazából a saját megvásárolt kis gépeimnek ugye a kicsomagolását raktam föl, meg talán fölraktam egy darab tesztet, aztán azóta ugye fölraktam jó pár darab ilyen kicsomagolást, meg egy-két tesztet, ugye nagyon sok teszttel el vagyok maradva, pont azért, mert ugye a műhelyben ugye nem nagyon tudok videózni. Aztán, hát meg ugye az élet egyéb más területein is meg kell felelnie az embernek. Úgyhogy, hát így mennyit eltelt? Hát egy háromnegyed év azért eltelt, és én azt mondom, hogy talán ti is észreveszitek, hogy van valami kis fejlődés ugye a csatornán, mind képminőségben, mind hangminőségben, és ilyen, mint egy ilyen kis budget csatorna, ugye láthatjátok, igazából Kínából szerelkezek föl többnyire. Ugye rendeltem már itthon is egyébként a stúdióeszközöktől, nem bántam meg egyébként, mert tényleg amit kellett, normálisan leküldték, meg normálisan megjött, meg hamar megjött, és az lényeg is volt, hogy hamar megjöjjön. De egyelőre ez van, szóval még tök ilyen alap dolgok fognak jönni, hogy még jön mikrofon, mert mikrofonból sose elég egyébként. Tök mindegy, mennyi mikrofonod van, szóval egyik se fog megfelelni. Tudom, a Rode-ot kéne rendelni, csak ugye a Rode az kicsit úgy magasabb színvonalon van. Ugye mind hangzásban, mind árban. De így zárom ezt a videót, hiszen a csomagom Kínából nem az élettörténetemről szól, hanem általában ilyen csomagbontásokról, amik Kínából érkeznek. Ezt most egy kicsit így összesűrítettem. Talán majd azért így egyvelekként azért lesz egy-két olyan rész, ami érdekes lehet másnak is. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, és azért kövessétek nyomon, hogy milyen csomagok is érkeznek Kínából, hiszen most már a polcon van egy okos óra, amit ki kéne bontanom ugye Tibinek, meg van egy Wi-Fi jel erősítőm, ugye az Xiaomi termék, úgyhogy ja, pörögnek majd a videók, ahogy bírom, meg hát ugye más dolgok is vannak még tényleg az életben, de hát erről szól a játék. Sziasztok!